magyar tündérmesék. A gazdag hercegnő és a szegény hercegnő. Egy csillagfényes éjszakán örök hajnal álmos királysága a hold lágy fényében fürdött. Azon az éjszakán a szomszédos kastélyokban két apró hercegnő született. És a jóságos hold a legfényesebb sugarait tartogatta a királyi kuzinok számára. Örök hajnal királyságát egy folyó választotta ketté. Egy testvérpár, Edward király és Frederick király irányította a birodalmat. Frederick oldalát ragyogó örök hajnalnak hívták. A királyság túláradó gazdagságban fürdött, ami még a nap ragyogásával is vetekedett. Edward király oldala jóval szerényebb volt, és sugárzó örök hajnalnak hívták. Az emberek nem voltak olyan gazdagok, ellenben sokkal alázatosabbak és kedvesebbek voltak. Edward király lányát Isabelnek hívták, és nagyon barátságosan viselkedett. Jaj, ne! Majd én viszem a csomagot. Milyen kedves hercegnő vagy! Empatikus és együttérző családban nőtt fel, és számára mindenki egyenlő volt. Frederick király lányát, Arabelt, a legkülönlegesebb dolgok vették körül. Mindig mindent megkapott, és csak gazdagokkal barátkozott. Egy ajándék? Ez nem ragyog eléggé. Minek fogadod el egyáltalán? Szerintem azért szép. Ennek ellenére nem volt barátságtalan. A két hercegnő teljesen másképp nevelkedett. Isabelt imádta a nép, amiért olyan kedves volt. Isabel, mesélj nekünk! Már is, ha segítettem Praliné asszonynak, oké? Oké! Köszönöm, Iza. Ezek a lépcsők komoly gondot jelentenek. Ellenben Arabelt kizárólag drága ruhák és ékszerek vették körül. Ebben a kalapban túl nagy az orrom. Próbáld fel a Robin nyakláncot. Nem, ez túl kicsi. Kérem a fodros ruhát, nem a rubintosat, hanem a gyöngyöset. A ragyogó királyság alig ismerte, de senkit sem zavart. Mindenki el volt foglalva a saját gazdagságával. Amikor a hercegnők 16 évesek lettek, a királyi családok úgy döntöttek, hogy mindkét kastélyban ünnepelnek. Hűha! Végre láthatom a ragyogó kastélyt. Vajon miféle partit szervezhetnek a sugárzó kastélyban? Először Arabel kastélyában ünnepeltek. Isabelt teljesen lenyűgözte a pompa. Te jó ég! Boldog szülinapot, kuzin! Rajtad meg milyen ruha van? Arabel, boldog szülinapot! Hogy tetszem? Tessék! Már jobb! Köszönöm! A partin semmin se spóroltak. A királyi pár nem sajnált semmit imádott lányától. Ez egy betéri vízi csúszda. Na-na! Nehogy azt mondd, hogy nálatok nincs ilyen. Nincs, de van egy gyönyörű beltéri kertünk. 1000 aranyrózsával. És 1000 rubi rózsával. És 1000 smaragd rózsával. Nekünk csak pár száz vadrózsánk van. Isabel lenyűgözve sétált végig. Minden ragyogott. Az étel, a ruhák, sőt, még az emberek is. Vajon milyen lehet így élni? A kastély és a ragyogó királyság olyan varázslatos. Eljött az este, és Isabel úgy döntött, hogy megnyitja a partit.
Amikor Arabelle belépett a sugárzó kastélyba, megdöbbent az egyszerűségén. Arabelle, úgy örülök, hogy itt vagy. Isabelle körbevezette a kuzinját a szerény kastélyban. A dekoráció látványos és szép volt. De hol vannak a drága kövek? A ragyogás, a csillogás, még a víz is túl sima. Hát, nekünk nincs annyi drága kövünk, csak pár a fejdíszemen, a többi a szüleimé. De Iza, az étel, a miénk aranyjal volt megszórva. Igen, de a miénk tele van szeretettel. Az alap. Kóstold meg. Arabelle vonakodva megkóstolta az ételt. Még sosem ettem ilyen finomat. Mondtam, a szeretet ereje. Arabelle megismerte Isabelle barátait, akik rengetegen voltak. Isabelle, boldog szülinapot! Köszönöm, ez Arabelle szülinapja is. Boldog szülinapot, Arabelle! Ez az enyém? Köszönöm! Arabellt lenyűgözte a királyságot körülvevő melegség és szeretet. Furcsa űrt érzett a szívében. Ez fura. A világ összes pompája az enyém. Mégsem éreztem még ilyen melegséget. Vajon milyen lehet Isabelle életét élni? Ez az illat varázslatos. Nálunk nem volt ilyen. Irigylem, hogy ennyire szeret a néped. Az enyém valószínűleg nem is ismer engem. Ne mondd ezt. Te vagy a legkábrázatosabb ember, akivel találkoztam. Hogy lehet, hogy nem ismernek? Hiszen csupa csillogás az életed. Bárcsak én is így élhetnék egy kicsit. Bárcsak én úgy élhetnék, mint te. Mindketten elmondták a kívánságukat, és a lelkük egy pillanat alatt testet cserélt. Arabelle egyszerre Isabelle, és Isabelle egyszerre Arabelle lett. Arabelle? Most mi van? Miért vagyok a te testedben? Mi történt? Valóra vált az álmunk? A két lány csak bámulta egymást, és a zavarodottságukból hirtelen vidámság lett. Valóra vált az álmunk. Végre egymás életét élhetjük. De mi van, ha rájönnek? Jaj, ne aggódj! Au! Ez a magas sarkú nagyon kényelmetlen. Azt mondtad, ne aggódjak. Jobb, ha hozzászoksz a csillogáshoz. Mi lenne, ha az önelégült vigyor helyett kedvesen mosolyognánk? Az este véget ért, ezért Isabelle visszament Arabelle ragyogó királyságába. Arabelle pedig a sugárzó királyságba sietett. Isabelle hazatérve tovább mulatott, és belevetette magát a gazdagságba. Olyan szép ez a ruha, nem? Gyönyörű, Arabelle! A hercegnő csodálkozva nézte a fejlett királyságot. Egy beltéri lift. Ez jól jönne Praliné asszonynak. A családja nemrég veszett egy csomó pénzt, ezért csak arra van pénze. Hát nem, arra úgy értem, a mi barátunk. Pöf, nincs pénze. Jaj, szegény, segítek neki. Arabelle, összekoszolod az új ruhádat. Isabellet nem érdekelték a megjegyzések. Hamar megtanulta, hogy noha a ragyogó királyság jó módú volt, az emberekben nem volt semmi szeretet. Nem törődnek egymással. Mindenkit csak a pénz érdekel. Arabelle sem érezte jól magát.
Rájött, hogy Isabel a sugárzó királyság összes bajával foglalkozott. Ó, bár csak ne cseréltünk volna. Az összes körmöm le fog törni. Aha. Isabel, drágám, jól vagy? Ott egy giliszta. Igen, és? És nem érzem jól magam. Mi? Isabel beteg? Nem, Iza... Vagyis, igen, Isabel, én... beteg vagyok. Kicsit visszavonulok. De mit csináltok? Hát elkísérünk. Egészen odáig. Az nagyon hosszú. A drága Isabellünkkel egy út sem hosszú. Hű, eddig egyik barátom sem törődött így velem. Amikor visszaért, látta, hogy a sugárzó birodalom nem túl jó módú, de az emberek törődtek egymással. Arabeltől azt várták, hogy tanuljon és felkészüljön a királyi kötelezettségeire, amit a ragyogó királyságban elhanyagolt. Miért ilyen más örökhajnal? Nos, sugárzó örökhajnal nem szokott kereskedni. Ellenben ragyogó örökhajnallal, ami a tündérfény királysággal kereskedik. Tündérfény, az összes maragdon forrása. Ám a kereskedés jelenleg leállt. Mi? Miért? Nos, a követeléseik meghaladhatták a tündérfény iránti kedvességüket. A ragyogó királyság népe eléggé érzéketlen. Ez igaz. Arabel megértette, milyen fontos a jó vezető, és nagyon sajnálta, hogy elpazarolta az idejét. Itt annyi szeretet van, erről mindenkinek tudnia kell. A sugárzó királyságnak virágoznia kell, azonnal tennem kell valamit, kérem. Kérem, hadd térjünk vissza a saját testünkbe. Másnap reggel a lányok remekül ébredtek. Kitaláljátok, hogy miért? Visszatértem. Jó ég! Ez én vagyok! Jaj, de hiányoztam magamnak! Visszatértünk! A két lány kitalálta, hogy változtatni fog. Isabel könyörgött az apjának, hogy adjanak némi pénzt a sugárzó királyságnak, hogy fejlődhessen. De miért, kicsim? Mi elégedettek vagyunk. De rajtuk segítenünk kell. Arabel azért nyaggatta apját, hogy fogadja el a sugárzó királyság miniszterének a segítségét. De nekünk van saját miniszterünk, drágám. Igen, de ő elég haszontalan és undok is. A sugárzó minisztere kedves, és segít megerősíteni a kapcsolatainkat. A királyok érezték a lányok határozottságát és beleegyeztek. A terv sikeres volt. Sugárzó minisztere kedves és barátságos volt mindenkivel. Ezért a ragyogó királyság nem sokára még jó módúbb lett. A plusz bevételt odaadták a sugárzó királyságnak, ami látványos fejlődésbe kezdett. Na hát! Isabel irányelvei további fejlesztéseket hoztak sugárzóban. Eközben Arabella barátait bíztatta. Hű, nem is tudtam, hogy ilyen tehetséges vagyok. Mégis vannak meglepetések. Milyen érzés? Ez nagyon jó érzés. És az emberek megváltoztatására törekedett, hogy megmutassa nekik, mi a szeretet. A két lány elégedett volt magával. Ez az egész jobban sült el, mint gondoltam. Te mondtad, hogy ne aggódjak, és igazad volt. Nem hiányzik a pompa. Jó volt, de most már túl sok lenne. Hallottam, hogy tönkretetted a körmödet a földdel. Á, nem volt komoly, de nem szeretem, ha földes a kezem. Minden esetre sokat tanultam a cseréből. Én is, és azt hiszem, most elégedett vagyok. Te? Én is.
A lányok megértették, hogy az igazi gazdagság nem az anyagi dolgokban, hanem a szívekben és az emberek közötti kapcsolatokban rejlik. Csak is így fejlődhet.